Mit mondjunk a kiskutyának, ha véletlenül a szőnyegre piszkított? Erre úgy tudnék visszakérdezni, hogyha lenne lehetőségem, hogy mikor vettük ezt észre. Mert nagyon fontos az, hogy rajta kapjuk a kutyát az adott cselekvésen, vagy utólag vesszük észre, hogy valamikor az elmúlt fél órában, egy órában, fél napban ő oda pisilt. Hogyha pont látom, hogy pisil, akkor rá lehet szólni. Adott esetben, hogyha kölyökről vagy kistestről van szó, akkor föl is lehet gyorsan kapni, és kivinni az utcára, kertre, pelenkára, ahova amúgy pisilnie kéne. És egy határozott, nem szabad, hogy mit csináltál, valamit meg lehet jelölni ezt a momentumot, hogy éppen az, amit most csinálsz, szőnyegre pisilés, ez nem jó, én ezt nem szeretném. Viszont, ha csak a tócsával találkozom a padlón, vagy a folttal a szőnyegen, akkor már hiába kezdem el szidni a kutyát, hiába dörgölöm szerencsétlennek az orrát a foltba, nem fogja érteni, hogy én miért szidom. A kutya mindig az utolsó cselekedetével köti össze az én reakciómat. Hogyha oda pisilt, majd elment aludni, majd elment játszani, majd kétszer körbefutott a kertben, vagy a lakásban, teljesen mindegy, és én megszidom, hiába vág nagyon bűnbánó képet, nem fogja érteni, hogy a szőnyegre pisilés volt a gond, még akkor se, hogyha oda hurcolom és mutogatom neki, hogy látod, itt ez a folt, mit csináltál. Max azt fogja látni, hogy itt ez a folt, húha, tyű. De hogy ezt ő pisilte oda, ez már így, és hogy maga a pisilés volt a probléma, ez már nem fog neki átmenni. Úgyhogy ha rajta kaptam, akkor meg lehet szidni. Kölyök kutyát azért nagyon erélyesen megbüntetni, mivel még nincs tisztában a szoba tisztasággal, nem javaslom. De ha csak később szembesültem a produktummal, akkor ott bizony nyelni kell egyet, feltakarítani, és figyelni, hogy legközelebb a cselekvés közben elcsípjem.